Szevasztok, Peti vagyok és a Zava Group média csatornát nézitek. Ma egy új témával jövünk, méghozzá az ingatlan bérbevételével Németországban. Megszokhatátok már, hogy a németek eléggé érdekes emberek, ez megmutatkozik az ingatlan bérbeadás bérbevételi szokásaikon is, tehát például nem kell meglepődni azon, hogy egy ingatlant, padló, festés, konyha nélkül adnak ki nektek. ez itt teljesen normális. Ha érdekel a rész, maradjatok velünk! Így van, nem kell meglepődni, hogyha elmentek megnézni egy ingatlant, és abban már nincsen bérlő, akkor nem kell meghökkedni azon, hogy nincsen benne semmilyen padlóburkolat, a falak jó esetben ki vannak meszelve fehérre, nincsenek lámpák, nincsen benne konyha. Ez itt Németországban teljesen normális. Természetesen, hogyha olyan szerencsétek van, hogy az előző bérlővel meg tudtok állapodni arról, hogy nektek tetszik az a padlóburkolat, ami ben van a lakásban, tetszik az a festés, amit ők megcsináltak saját maguknak, és nekik nincsen szükség a konyhára, és nem akarják magukkal vinni, akkor átvehetitek a konyhát egy bizonyos összegért. Ugyanakkor ezt titeket az elől nem, alól nem mentesít, hogyha ti kiköltöztök az ingatlanból, akkor nektek is, hogyha nem tudjátok rátukmálni a következő bélőre, akkor ki kell bontani a badluburkulatokat, fehére ki kell meszelni a felek, falakat, leszeditek az összes lámpát, és vagy magatokkal viszitek a konyhát, vagy ki kell bontani és el kell dobni. Ugyanakkor, annak ellenére, hogy a németek ilyen bonyolultak, a szerződést magát meglehetősen leegyszerűsítik, a papírboltban lehet vásárolni Németországban lakbérszerződés formanyomtatványokat, ami gyakorlatilag egy űrlap, ki kell tölteni a bérbeadó adatait, az ingatlan adatait, a ti adataitokat, mennyi a lakbér, mennyi a kaució, és aláírjátok, és létrejött a bérleti szerződés. Ugyanakkor ezzel a lépéssel elfogadjátok az általános német jogi feltételeit egy ingatlan bérbevételnek, például azt, hogy a felmondási idő minden esetben, hogyha más nincsen írásba fektetve, három hónap minden ilyen szerződésnek az alján van lehetőség ilyen egyedi megállapodásokat lefektetni, tehát hogyha megegyeztek a bérbeadóval, hogy ti csak egy hónapos felmondási időt szeretnétek, akkor azt ráírjátok a szerződés aljára, és akkor onnantól minden rendben van. És akkor, ha itt vagyunk, akkor beszéljünk a lakbérlől. Mert hogy Németországban háromféle lakbér van, csak azért, hogy ne legyen nektek olyan egyszerű. Egyrészt van maga a lakbér, a példa kedvéért legyen ezt mondjuk 400 euró. És ehhez jön még a hidegbér, tehát a káltmite és a vármite a melegbér. Mi a különbség? A káltmite az általában olyan 50 vagy 100 euróval több, mint a tényleges lakbér, amiben benne vannak a közös költségek, ha van lift, annak a karbantartása, a háznak a biztosításai, a közös vízfogyasztás, a kertészszolgálat, a karbantartás, a különböző fejlesztési kiadások, és igen, jól hallottátok, a Németországban a főbérlőtök rátok tudja terhelni az ingatlanal kapcsolatos biztosítás költségeket is, ezen szintén nem érdemes meglepődni. És akkor van a vármíte, amikor a főbérlőnek fizetitek ki a gáz, villany, víz fogyasztásotokat. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a VAR még mindig nincsen benne a TV, internet, telefon, illetve az ARD költség, amiről szintén beszélünk majd mindjárt. És akkor, hogyha már a költségeknél vagyunk, beszélni kell a kaucióról. A kaució általában Németországban két havi lakbér. Itt van rá lehetőség azon vitatkozni a bérlő vagy a bérbeadóval, hogy ez most csak a tényleges lakbér, ami általában igazából csak a tényleges lakbérnek kéne lennie, ugyanakkor sok bérbeadó ö, elkéri a Kalt mítének a kétszeresét, ami ugye ö, havi 50 vagy 100 euróval több lehet. Itt az a helyzet, hogy jogilag nektek van igazatok, és tényleg csak a lakbért kéne, hogy elkérje kétszer vagy háromszor, attól fikk, hogy hogy meg, Viszont Németországban jó és olcsó albéletet nagyon nehéz találni, drága és szar könnyű. Hogyha találtok egy olyan albéletet, amit tényleg ki akartok venni, és a főbérlő azzal jön, hogy a kártmítének a kétszeresét akarja kaucióként, nem éri meg neki állni vitatkozni, mert csak azt éritek el, hogy nem nektek adja ki a lakást, és akkor kereshettek tovább. Ellenben a kauciónál van egy olyan lehetőség, hogy kaució kezességet kérni a banktól. A kaució kezesség az úgy működik a banknál, hogy amennyiben a főbérlő ezt egyáltalán elfogadja, én megmondom őszintén, még nem találkoztam olyan főbérlővel, aki elfogadta volna a kaució kezességet, de egy bizonyos havi díjért el tudsz nyargalni a bankodhoz, és meg tudod kérni a kaució kezességet, ezt úgy hívják, hogy kaución bürgschaft, ez egy papír, amit odaadsz a ö, főbérlődnek, gyakorlatilag egy biztosításról van szó, hogyha kiköltözöl és valamit tönkretettél, vagy nem megfelelően hagyod magad után a lakást, akkor a papírral a kezében a főbérlő elkérheti a kaució összegét a te bankottól. Mondom, ennek vagy egyszeri, vagy havi díja van, de mégse kell egy összegbe kifizetned a teljes kaució összegét, főleg azoknak, akik frissen jönnek Németországba, és még nincsen biztos állásuk, azoknak az egy jó dolog lehet, hogyha a főbérlő elfogadja. Az előbb elhangzott egy fontos szó, még hogy ARD. Tehát az ARD nem más, mint az Arbeitsgemeinschaft der rechtlichen Rundfunk Anstalten der Bundesrepublik Deutschland. Egészségetekre. Más magyarul a Német Szövetségi Köz Társaság regionális közszolgálati médiumáinak munkaközössége. Kezunhajt. Miről van itt szó? Nagy német közösségi médiumok, mint például néhány olyan tévéadó, amin elvileg nem kéne, hogy reklám legyen, olyan, mint Magyarországon az M1, ö, azok ezekből a pénzekből finanszírozzák önmagukat részben. Minden Háztartásnak kötelező Németországba fizetnie ezt az ARD összeget, ez negyed évente olyan 50-60 euró, és csak azoknak nem kell fizetniük, akik valamilyen szociális szolgáltatást, tehát mondjuk munkanélküli pénzt kapnak, akkor sem automatikusan, hanem meg kell igényelni, hogy nektek ne kelljen fizetni. Mint mondtam, háztartásnak kell fizetnie. Tehát ez azt jelenti, hogy ha ti bejelentkeztek egy városba, mert beköltöztök egy ingatlanba, mondjuk egy vongemányságba, a vongemányság az ilyen lakóközösség, közösség, tehát egy szobát bérelsz, és körülötted még vannak más albérlők, akkor annak a háztartásnak egy ARD-t kell fizetnie. Na most, amikor bejelentkezel a városházán, akkor ők azonnal küldik a levelet, hogy akkor szervusz, látjuk új lakó, vagy fizesél. Ilyenkor meg kell adni, hogy ezen a címen a ti vongemeinschaftoktokba ki fizeti már ezt az összeget, és hát nyilván akkor egymás között szétdobjátok. Tehát bárki azt mondja, hogy nektek nem kell, csak akkor nem kell, hogyha munkanélküli pénzt vagy bármilyen segélyt kaptok a német államtól. És akkor nem beszéltünk még egy fontos dologról, a lakáskeresésről. Lehet, hogy a videót ezzel kellett volna kezdeni, de általában ezt a videót olyan fogja megnézni, aki már előrébb van és már talált valamit. Ha lakás kerestek, mindig a legelső és a legjobb euh, információs pont az a szájhagyomány. Mikor a munkahelyeteken, ismerősíték között valaki éppen kiköltözik, mert nagyobbba költözik, vagy hogy költözik Magyarországra, az ő lakására kell azonnal rárepülni, mert ilyenkor van a legnagyobb esélyetek hogy várhatóan egy jó lakást tudtok kibérelni, és az előző bérlő, tehát az ismerősötök jó esetben, tudsz szólni néhány szót a főbérlőnél. Itt Rotenburgban, ahol mi lakunk, nagyon kevés a bérbe adandó lakás. Mindenki, aki normális lakást talál, az kizárólag így talál normális lakást, hogy valaki kiköltözik, nagyobba költözik, gyereke lesz, háromszobás lakás kell, és akkor így váltogatják a bérlők egymást. Ez természetesen a bérbeadónak is jó, mert nem kell keresnie, nem kell hirdetés feladnia, és gyakorlatilag átmenet nélkül folyamatosan fizetik neki a bérleti díjat az előző bérlő és az új bérlő, így akár magyar nyelven ugye, hogyha kis szerencsétek van, le lehet beszélni az előző bérlővel a részleteket, konyha megtartás, padlóburkolat megtartás, festés megtartás és egyebek. De mi van akkor, hogyha nincs ilyen szerencsétek és tényleg újsághirdetésekre, internet hirdetésekre van szükségetek? Ez egy kemény dió. Mint mondtam, szar és drága lakást könnyű találni, jó és olcsó lakást nagyon-nagyon-nagyon nehéz. De mégis Tegyük föl, hogy fölhívtok egy ilyen ingatlan bérbeadót, elmentek, megnézitek a lakást, ott ki kell tölteni egy lapot, hogy ti megnéztétek a lakást, ő ráírja az ő szám, saját maga számára fontos információkat, mennyit kerestek, mit dolgoztok, egyebek, és belekerültök körülbelül egy ilyen magas stócba. Legalábbis én legutóbb, mikor valakit kísértem ingatlan nézni, akkor tényleg rendesen ilyen magas volt a stóc, és akkor a végén ilyen, ilyen szerencsejáték jelleggel teszem azt a főbérlő földobja a paksamétának azt a részét, ami neki tetszik, és aki fönnmarad az asztalon, ő fogja tudni kivenni a lakást. Ezért érdemes maximalizálni az esélyeteket. Mivel tudjátok maximalizálni az esélyeteket? Um, egyrészt az ingatlan bérbeadó kérheti, hogy amikor már mentek megnézni az ingatlan, legyen nálatok három havi igazolás ami gyakorlatilag minden hónapban a munkahadóktól kaptok egy ilyen bérpapírt, abból az utolsó három havit magatokkal kell vinni, vagy érdemes előre magatokkal vinni, és ezzel növelhetitek esélyeiteket. Ugyanakkor itt Németországban van egy úgynevezett Mit schuld Freiheitsbescheinigung, egészség, ami nem más, mint egy olyan papír, amit a előző vagy a jelenlegi bérbeadótoktól tudtok kérni, és ő igazolja a következő bérbeadótok számára, hogy nincsen semmilyen bér tehát igazolja, hogy ti jó bérlők lesztek. És ugyanakkor kérhetnek tőletek sufát is. A sufa gyakorlatilag egy ilyen hiteladós besorolás. Van egy cég, akinek a listájára fölkerültök, hogyha valahol adósságotok van, és egy ilyen uh, sufa ausweis-t kérhet tőled a bérbeadó, adó, amivel igazolni tudod, hogy semmilyen bankfeles vagy cégfele nincsen adósságod. Hogyha ezeket a papírokat a bérbeadó nem is kéri tőled, de magadtól magaddal viszed, azzal ez az esélyeidet arra, hogy te legyél az, aki a végén az asztal tetején marad a sorsolásnál. Hívjuk ennek, mert tényleg ez egy néha itt Németországban egy ötös lottó szimulátor, hogy megkapod-e a lakást vagy sem. Nekem is van olyan példám, itt Rotenburgban, a belvárosban szerettünk volna kivenni egy nagyon szép lakást, hozzáteszem, hogy most sokkal jobb helyen vagyunk, és ott azért nem kaptuk meg a lakást, vagy hát bele se kerültünk a sorsolásba, mert nem voltunk hajlandóak a kertet gondozni. Tehát nagyon sok mindentől függ, eléggé szubjektív is a dolog, hogy belekerülsz-e a paksamétába vagy se. Ugye nyilván a német nyelvtudás. Ezt ne vegyétek rasszizmusnak a németek részéről, nem szeretnek olyan embert kiad, embernek kiadni albérletet, aki nem beszél megfelelően németül. Te se adnád ki az otthoni ingatlanodat egy arabnak, aki csak alapból tud hozzád hadoválni ez Németországban sincs másképp. Ugyanakkor az is döntő dolog lehet a beköltözéssel kapcsolatban, hogy hányan akartok beköltözni abba az ingatlanba. Ugye, hogyha túl sokan akartok egy pici ingatlanba beköltözni, akkor azért nem fogják engedni, hogyha meg egyedül szeretnéd kivenni egy 4-5 szobás lakást, akkor azért nem fogják neked kiadni, mert feltételezik, hogy egy fizetésből nem fogod tudni fizetni a költségeket. Viszont amikor a Bérleti szerződésre meg adva az, hogy hányan költöztök be, tehát hányan szeretnétek kibérelni a lakást, akkor annak maradnia is kell. Tehát, hogyha valaki hazaköltözik, mert mit tudom én, tegyük föl, elváltok, akkor ő neki ki kell jelentkezni a bérbeadónál is, és egy lemondó nyilatkozatot kell adnia a bérbeadó fele, hogy ő onnantól nem bér le. Figyelem, ilyenkor a bérbeadó megint csak mondhatja, hogy ha két keresőből egyik kiöltözik, akkor ő fölmondhatja a bérleti szerződést, mert feltételezheti, hogy egy bérből nem fogjátok tudni fedezni, vagy hát akkor egyedül nem fogod tudni fedezni a bérleti díjat hosszú távon. A másik része a bérlők számának, ugye egy-két napra, hogyha jön valamilyen vendéged, ő természetesen elszállásolhatod ugyanakkor hetelni nem szabad. Tehát, hogyha a adó megtudja, hogy két-három hétig lakik nálad valaki, akkor a szerződés szegésnek számít, és jogszerűen fölmondhatja azonnali hatállyal a bérleti szerződésedet. Főleg, amikor egy ilyen mérfamilien vonunkba, tehát egy ilyen több családos, nagy ö, társasházba beköltöztök, akkor kaptok egy házi rendet. Szeretném megjegyezni, hogy Németországban a házi rend az nem csak ilyen információs jelleggel van, hanem nagyon durván betartandó minden sora, mert általában a szerződésekben benne van, hogy a házirendben nem tartása azonnali felmondással jár. A németek nagyon szeretnek pereskedni, és nem nagyon szeretik visszafizetni a kauciót. Tehát mihely alkalmat adtok nekik arra, hogy valamiért fölmondják a szerződést, vagy valamiért ne fizessék vissza a kauciót, akkor... Bajban tudtok lenni. Nagyon fontos, majdnem elfelejtettem, a kaución sosem lelakható, ez benne van még ebbe a formanyomtatványos bérleti szerződésben is. Érdemes, hogyha hosszabb ideje éltek Németországban, vagy tervezitek, akkor kötni jogi biztosítást, ezt úgy hívják, hogy Recht, Schutz, Nekünk is van, mert hogyha valaki, főleg egy német, be akart titeket perelni, akkor érdemes már az elején úgy kezdeni, hogy figyelj, nyugodtan berej be, van jogi biztosításom, nekem egy filéremben nem fog kerülni, és akkor elpereskedhetünk sokáig, és biztos, hogy én fogom megnyerni a pert. Három olyan ismerősöm van, akinek ugyanakkor perre sikerült, vagy hát volt muszáj terelnie a kaució kérdést, és csak egyikük jött ki jól a dologból az előző bérbeadóm nekem se akarta visszaadni a kauciót, mert kitalálta, hogy tönkretettem valami széket, meg tönkretettem valami ajtót, fürdőszoba ajtót. Szerencsémre én, amikor beköltöztem, és ezt javaslom nektek is, videóra vettem az egész lakást rendesen közelről, minden ajtót, minden ablakot, hogy mi nyikorog és mi nem. Másrészt, mikor jött a hülyeségével, akkor mondtam, hogy figyelj, itt a videó megnézhetjük, az az ajtó beköltözés körül is ki. Másrészt van jogi biztosításom, úgyhogy nagyon szívesen pereskedek veled, el fog tartani darabig, de tudom, hogy én jövök ki belőle jól. Na akkor az asszony lenyugodott. Ugyanakkor van olyan ismerősöm, név nélkül, aki mikor beköltözött az ingatlanba, akkor még voltak javítani valók a, a lakásom, a Szerződésbe foglalták, hogy mit kell meddig kiavítania a főbérlőnek, az beköltözéstől követő egy-két hónapon belül, és mikorra kell lennie. ez nem történt meg. A barátom kiköltözött a lakásból, ugye mivel a szerz főbérlő szerződés szegett, és erre a főbérlő nem akarta visszaadni a kauciót, a barátom peres útra terelte a helyzetet, és Nürnbergbe, a Nürnbergi Bíróságon a bíróasszony megmondta így pacek a szemébe, hogy figyeljen ide, fi az ember. én tudom, hogy maguk magyarok ide csak bajt keverni jönnek, és ameddig, ameddig én itt bíró vagyok, maga soha nem fogja megkapni a kaucióját. Ja, és különben nyugodtan feljebb viteli bíróságra viheti a dolgot, annak is én vagyok az elnök elnökasszonya, úgyhogy sok szerencsét. Ilyen is van. Tehát azért ne felejtsük el, hogy ez Németország, és mi itt bevándorlók vagyunk. Akárhogy tetszik, azok vagyunk. Egészen pontosan van titulusunk, gazdasági menekültek vagyunk, ez a magyarok titulusa a németek szemébe, jogilag megállja a helyét teljesen. Na hát, a következő részben pedig ingatlan vásárlásról fogok nektek beszélni, mivel a minap megvásároltuk a fölöttünk lévő lakást, úgyhogy a következő videóban pedig el fogom nektek mondani, hogy mi a menete egy lakásvásárlásnak Németországba, hogy megy a finanszírozás, hogy kell intézni a bankot, a közjegyzőt, és egyáltalán hogy megy az egész. Úgyhogy ha tetszik a videó, és szeretnétek látni a következő videót, akkor regisztráljátok a csatornára, nyomjátok meg a kis harangikont, hogy értesítést kapjatok arról, hogyha a következő videó föltöltődik. Adjatok egy like gombot, iratkozatok föl a Facebook oldalunkra, és találkozunk legközelebb is. Szervusztok!